A szezon végén befejezi pályafutását Trisztyuk Krisztina, az Albafehérvár KC 53-szoros magyar válogatott kézilabdázója. Az együttes csapatkapitányát Cserpakovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester Balázs Imre a klub elnökének jelenlétében búcsúztatta el a Városházán. Azt hiszem, hogy vagy fantasztikus játékos egyéniséget és embert búcsúztat a magyar kézilabda, azon belül pedig a fehérvári kézilabda. Azt hiszem, hogy az Alba szurkolói, a város közössége sokat köszönhet Krisztinának. 2005-6 körül Fehérvárt választotta, és hosszú-hosszú időn keresztül sok edzőnél, sokféle szintű csapatban is mindig vezéregyéniség tudott lenni pályán és pályán kívül egyaránt. Példaértékű játékos pályafutás az övé, és ehhez egy nagyon komoly klub és városhűség is társul. Trisztyuk Krisztina 2005 novemberében még orosz állampolgárként szerződött először az akkor még Kornexi Alko együtteséhez. 8 idény alatt 195 mérkőzésen 1042 gólt szerzett, amely találatszámmal jelenleg is a valaha volt legeredményesebb góllövője az egyesületnek. Nagyon izgultam, hogy vajon miért kell menni, mi fog történni. Nagyon izgultam, már 4-kor felkeltem, de nagyon meglepődtem, nagyon jól esett, boldog vagyok. Az irányító átlőve a magyar női kézilabda válogatotta 2012-ben Szerbiában Európa-bajnoki harmadik helyezést ért el, majd a 2012-13-as bajnoki szezont követően távozott Székesfehérvárról, hogy aztán számos külföldi és magyar klubszereplést követően 2020 nyarán ismét visszatérjen az Albafehérvár KC csapatához.